Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy napi horoszkóp az indiai számítás szerint. Ez a felvétel 2 napra szól, hiszen az energia hasonló. Mégpedig augusztus 7-ére és augusztus 8-ára. Az indiai asztrológiában vannak az úgynevezett jógák. Ezek kapcsolatok a nap, a hold és a bolygók között. De van másféle jóga is, mint például az ujjaink jógája. Ezek gyakorlatok. Most mutatok egy ilyen gyakorlatot, és ez kihat a szív csakrára, kihat a szerelmi élet területére, hogy nyitottak legyünk érzelmeket kimutatni, vagy ezt átfogadni, de nem csak nálunk hat ez a gyakorlat, hanem a lelki társadra is kihat. Így összeteszed az ujjaidat, és utána a hüvelyk ujj és a kisujj együtt marad, a többi így kinyílik, mint egy virágszirom. A virágszirom összehúzódik, kinyílik. Összehúzódik, kinyílik. Közben lélegezni kell, mélyen belélegezni, kilélegezni. És itt szívügyi dolgokról van szó, hiszen utal arra, hogy itt kinyílik a szív, olyan, mint egy virág. Tehát a gyakorlat, így mutatom. Tehát használhatod a szív csakránál. A mai napon a hold a Szkorpión jegyében van. Itt a víz eleméről, tehát érzelmekről van szó. Benne vagyunk egy transformációban, amikor elbúcsúzunk a negatív érzelmektől, mint például a félelmektől, és éljük a pozitív érzelmeket, a hitet, a megbecsülést, a hálát, a szeretetet. Vénusz bolygó az szimbolizál bennünk hölgyeket. Az indiai számítás szerint a nap és Vénusz bolygó a Rák jegyében van, szintén a víz elemében. Itt most az a fontos nálunk, hölgyeknél, hogy tisztázzunk valamit, itt érzelmekről van szó. De azt is jelentheti, hogy olyan érzékenyen reagálunk. Merkur bolygó az oroszlán jegyében van, tehát a szomszédos jegyben. Ez segít szerződéseknél, cselekvéseknél, és segít a kommunikációnál. Mars bolygó szimbolizálja a férfiakat. Mars bolygó a Kos jegyében van, a tűz elemében. Merkur bolygó az oroszlán jegyében, szintén a tűz elemében van, tehát a férfiak nyitottak beszélgetésekre, vagy vannak itt előnyös kapcsolatok, és szerződések. Ami bennünket, hölgyeket, tehát a Vénusz bolygó energiáját és a férfiakat, Mars bolygó energiáját illeti, itt van most köztünk feszültség, hiszen ez vezethet nézeteltérésekre. A férfiak aktívak, lehet, hogy meggondolatlanul tesznek valamit, és mi, hölgyek, tehát a Vénusz bolygó energiája a Rák jegyében, az hamar megsértődik, visszahúzódik, és az előfordulhat most a napokban, hogy a férfiak és a nők között megvan ez a feszültség, ami nézeteltérésekhez vezethet. Az a fontos, hogy ügyeljünk a saját érzelmeinkre, és ápoljuk a pozitív érzelmeket, félelmek és bizonytalanságok nélkül. A hold energiára kihat a férfiakra, és kivált náluk bizonytalanságokat. A hold augusztus 7-én az Anuradha holdházban van. Ez segít szerződéseknél, barátságoknál, és sikereket hoz. Augusztus 8-án áttér a hold a Jesta holdházba, és itt bölcs döntésekről, okos döntésekről van szó. De van egy kis rivális helyzet, lehet, hogy egy hármas kapcsolat kialakulhat ezen a napon. Augusztus 7-én a hold Antares csillag hatása alatt áll, és Antares az lefordítva azt jelenti gegen Áres. Áres az a harcoknak az istene. Antares ellene van, tehát szeretne békét kötni. Ez kihat a politikai eseményekre. Augusztus 8-án a hold eléri a csillagképet, mégpedig a kígyó tartó csillagképet, és ennek a kígyó tartónak, Aszklépiosnak van egy gyógyító hatása. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!